Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint 2010 és 2022 között világszerte 5%-kal nőtt a mozgásszegény életmódot folytató felnőttek aránya. Ez többek között olyan betegségekhez vezethet a felnőtteknél, mint a szívroham, a kettes típusú cukorbetegség vagy a demencia. Szabolcsat már berekben is ezen kíván segíteni a mozgás program. A emberek egészségét az életmódjuk határozza meg elsősorban. Tehát nem az Orvosi ellátás, nem a környezet, mind befolyásolja, de az maga az életmód a legdöntőbb tényező. De most ennek egy nagyon erős része a mozgás, és hogy ezt a magyar életmódtársaság fölkarolta, elindult egy ilyen szervezés, azért ez egy nagyszerű szervezés, és ehhez csatlakozott most a mi önkormányzatunk, Amennyiben az orvos felírja, hogy mozgásra van szükség, az önkormányzat ingyenesen biztosítja ennek a lehetőségét. Közreadtak egy listát, amelyben meg van jelölve, hogy mikor milyen foglalkozásokban lehet részt venni nagyon nagyszerűen ki van találva, még most alakul, mert például én vagy két napja regisztráltam, az orvosoknak regisztrálni kell egy bizonyos felületen, és akkor ez alapján egy QR kódos vényt kap, lehetőséget, nem feltétlenül hagyományos vény, még nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz majd ki, és a, ellenőrizheti majd az orvos, hogy az illető ott volt-e. Tehát fölírja neki, és ezzel a QR kóddal majd le lehet csekkolni, le lehet ellenőrizni, hogy akkor tényleg ez a mozgás megvolt-e. És azt hiszem, hogyha egy rendszeresség ebbe beindul az a betegek részéről és a gyerekek részéről, és én nagyon örültem, hogy a gyermek ellátást is bevették, éppen a velkeimre főorvos barátom kezeményezte országosan, hogy ők is legyenek, örülök, hogy az egész populáció, és várjuk majd az eredményt. Az elsődleges cél az, hogy minél többen kezdjenek rendszeresen mozogni, és érjék el a szakmai testületek által javasolt heti 150 perc közepes intenzitású fizikai aktivitást. Nyíregyházán, ahol 25 felnőtt és 10 gyermekorvos csatlakozott a programhoz, a mozdú nyíregyháza keretében van lehetőség az aktív testmozgásra.